Végtelenül komoly és rendkívül súlyos időket élünk, amelyekben fokozott a felelősségünk Istenünkkel, nemzetünkkel, családunkkal, utódainkkal és magunkkal szemben. De vállaljuk ezt a felelősséget. Nem fogunk sem megtörni, sem helytelen utakra tévedni, nem fogunk összeütközésbe kerülni sem az isteni, sem az emberi törvényekkel, mert rendületlen a bizalmunk és hitünk az isteni igazságban. Bízunk a magunk erejében, és emelt fővel hirdethetjük, hogy lelkiismeretünk tiszta, és csak azokat a jogainkat követeljük és védjük, melyeket már a múltban kiharcoltunk, és amelyek feltétlenül megilletnek minket. Ha szenvednünk kell magyarságunkért, panasz és zokszó nélkül tesszük ezt, mert mentül szilárdabban állunk ilyen körülmények között Isten adta jogaink alapján, annál értékesebb tagjai leszünk a nagy magyar közösségnek, és annál eredményesebben tudjuk majd szolgálni Isten segítségével örök magyar céljainkat. 1939. Gróf Eszterházy János írásából. Tisztelt ünneplő közösség! Gallai Nagy Emese vagyok, a Jövőért Alapítvány megbízásából ennek a történelmi eseménynek a háziasszonya. A mártír halált halt, Szepsiben sokat megfordult, és itteni nagygyűlése után feljelentett és börtönbe vetett Eszterházy János gróf sorait többször idézem még a jeles napon. Nagy tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket. Megkülönböztetett figyelemmel Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárt Magyarország miniszterelnökségének képviseletében, főtiszteletű Géresi Róbertet, a szlovákiai református keresztényegyház püspökét, itt szerettem volna üdvözölni Pásztor Zoltánt, a kassai római katolikus főegyházmegye magyar hívek pasztorálásáért megbízott püspöki helynököt, és ezúton is gyógyulást kívánunk neki. Üdvözlöm Hetei Ágot, a kassai magyar főkonzult, Magyarországról Szilágyi Péter miniszteri biztost, Cimbalmosné Molnár Évát, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetőjét, Forró Krisztiánt, a szövetségpárt elnökét, Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét. Továbbiakban köszöntöm a Jövőért Alapítvány alapítóit, Pásztor Pétert, az iskolaközpont tervezőjét, Puskás Géza kivitelezőt, a politikai, egyházi és társadalmi élet további meghívott vendégeit, az MTVA, a magyar közmédia képviselőit, a sajtó további munkatársait, valamint minden kedves megjelentet. Bevezetésként az A Hol vagy magyarok tündöklő csillaga című kórusművet hallhattuk a Vox Columbella előadásában, vezényelt Havasi József. Kodály Zoltán 1938-ban jegyezte le ezt a kórusművet, és a következő Eszterházy idézet is ebből az évből való, amivel egyben felkérem az államtitkár urat, mint Magyarország ünnepi követét, tartsa meg ünnepi beszédét. Természetellenes, és ezért bukásra van kárhoztatva minden olyan törekvés, amely meg akarja bontani a Kárpátok alján egymásra utaltan élő népek lelki és gazdasági közösségét. Az ezer éves sorsközösség az Úristen műve volt, és ezt a sorsközösséget emberi erő szét nem bonthatja. A Szent Istváni gondolat sohasem jelentett elnyomó vagy elnemzetlenítő törekvést, és ez a gondolat sohasem akarja erőszakkal hatalmát rákényszeríteni arra, ami nem az övé. Nézetem szerint a Duna-medencében élő kis nemzeteknek, különösen most, ebben a háborús légkörben, egymásra kell találniuk, hogy függetlenségüket megőrizve biztosítsák a Duna-medence, vagy ha úgy tetszik, a Kárpátok medencéjének békés életét. Hogy mennyi esélyünk van a sikerre, annak vajmi csekély köze van az életkorunkhoz. Csak az számít, hogy hajlandók vagyunk-e újra és újra próbálkozni, hogy elérjük az áttörést. Tisztelt püspök úr, esperes úr, parókus úr, tisztelt egyházi méltóságok, főkonzul asszony, miniszteri biztos úr, főosztályvezető asszony, elnök urak, igazgató úr,
Hölgyeim és Uraim, szülők, kedves pedagógusok, kedves kollégák, kedves gyerekek! Talán kicsit szokatlan egy kívülállónak, hogy miért pont Barabási Albert László, jelenleg Bostonban élő csíkszeredai tudós, világhírű hálózatkutató mondatát hoztam el ide erre az ünnepélyes alkalomra. Azonban önök számára, akik megélték, mindannyian megéltük ennek az épületnek, ennek az iskolának az építkezési folyamatát, annak minden állomását, azok megértik, illetve tudják, hogy csak az számít, hogy hajlandók vagyunk-e újra és újra próbálkozni, hogy elérjük az áttörést. Az újra és újra próbálkozás eredményét, az áttörést ünnepeljük ma. Az impozáns mi voltában megcsodálható boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ, vagy ahogy az elmúlt 8 évben a magyar kormányzati üléseken mindenki nevezte, szinte fogalomként kezelve, a Szepsi Iskola Központ elkészült. A Szepsi Iskola Központ volt 2014-ben, államtitkári kinevezésemet követően az egyik első megoldandó ügy, ami az íróasztalomra került. Akkor naívként arra gondoltam, hogy egy év múlva készen is lesz az épület. Az elmúlt években, akik itt vagyunk, viszont mind tudjuk, hogy ez 8 év kitartó munkájáról szólt. A tervezők, az ügy gondos hordozói, a pedagógusok, a szülők, sőt a gyerekek éveken át napról napra vállalták a nehézségeket, a több erőfeszítéssel járó utazást, szervezést, koordinációt, tárgyalást, azt, hogy ma itt állhassunk. Ez a gyönyörű épület a magyar minőségről is szól, amely az itt élő közösség elszántságának, a magyar kormánynak, az ügy elszánt hordozói melléállásának, az itt élő magyar közösségnek az erejét és a jellemét is szimbolizálja, nem céltalan sokasságot, hanem az elszánt, kitartó és csak a legjobbal megelégedő bódvavölgyi magyarok szívosságát, és ezért egyben biztatóan reményteli jelenlét és a jövőjét is egyaránt. Az elmúlt évtizedben bizonyságot tettünk mindannyian arról, hogy cselekvő együttműködés köti össze nemzetünk egész közösségét. A magyar intézményrendszert megerősítettük, a kisgyermekes családoktól az idősekig mindenkiről gondoskodunk, közösen cselekedtünk a megtartó szülőföldért, amely ma a magyar boldogulás otthona. Megtisztereztük a nemzetpolitikai célú összkormányzati források összegét. Míg 2019-ben mindössze 9 milliárd forint állt rendelkezésre a külhoni magyarság támogatására, azóta ez az összeg csak a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságánál számolva is 100 milliárd forint. 2010-ben a magyar nemzet döntése értékválasztás is volt, hiszen a magyar nemzet minden tagja, éljen a Kárpát-medencében vagy a diaszpórában, érték. Az ezer éves múltjára, hagyományaira, keresztény nemzeti kultúrájára büszke nemzet tagjai vagyunk, akiknek közös cselekvő építkezése a nemzet és az egész nemzet teljesítménye. Ennek az építkezésnek egyik ékes példája most a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ, de ugyanígy Kassán a Márai Ház, a Magyar Jelenlét Háza Rovás Központ, a Nagyidai Ilosvai Ház, a Debrődi Szent László Zarándok Szálló is, hogy csak a környékről vegyem a beruházásokat, amelyek az elmúlt néhány évben készültek el. Az itt élő becsületes magyar emberek építkezésének példája mindez, amely azt jelenti, hogy mi magyarok bármilyen kilátástalan helyzetben is vagyunk, sosem adjuk fel az ügyünk iránti küzdelmet, a küzdelemben is a legjobbra törekszünk, mert a jelennek és a jövőnek is dolgoztunk, és dolgozunk úgy, hogy maradandót, értéket és minőséget teremtsünk. Az érzékeny, a szépre, a nemesre, a szociálisra fogékony Boldog Salkaházi Sáráról így emlékezett meg testvére.
Temperamentumos, határozott fellépésű volt, és erős akarattal rendelkezett. Amit maga elé célul kitűzött, azt mindig elérte. Méltó hát a név az iskolaközponthoz, méltó önökhöz. Köszönöm a kitartó munkájukat, köszönöm a kitartó munkáját a Jövőért Alapítvány kuratóriumának, elnök úrnak, a kuratórium tagjainak, az abban résztvevő minden szervezetnek, az egyházaknak, minden pedagógusnak, szülőnek, nagyszülőnek és a gyerekeknek természetesen, hogy kibírták ezt a folyamatot. Tisztelt honfitársaim, kedves hölgyeim és uraim! A biztos nemzetpolitika szilárd alapja egy erős Magyarország. Egy erős Magyarország és egy erős Kárpát-medence, egy erős Magyarország mellett egy erős Szlovákia, erős Románia, erős Szerbia, Horvátország és Szlovénia. Úgy gondolom, hogy mi közép-európai népek csak így lehetünk erősek, hogyha mindenki erős. Az a gazdasági fejlődés, amelynek köszönhetően ma van egy erős Magyarország, kihatással volt az önök életére is. Nagyon szépen köszönjük mindazt az értéket, amit önök tettek ehhez hozzá. Ezért arra kérek minden felvidéki származású magyart, aki magyar állampolgársággal rendelkezik, hogy éljen a szavazati jogával, folytassuk közösen, egy nemzet tagjaiként elszántan, a béke és a biztonság érdekében, az iskolaközpont jövendő gyerekeiért, a bódvavölgyi, a felvidéki magyarságért, a Kárpát-medencei magyar nemzetért a közös munkát, hogy április 3-a után is elmondhassuk, nemzetünk kitartása maga a magyar időtálló minőség. A magyar nemzet előre megy, nem hátra. Köszönöm szépen a meghívásukat, gratulálok az épületre. Eszterházi azt írja, mélységesen fájlalom, hogy a ma itt velünk magyarokkal országszerte tapasztalható bánásmód azt a hitet látszik igazolni, hogy aki bántja a magyart, azt nem érheti semmilyen megtorlás, sőt ellenkezőleg az dicsérendő és jutalmazandó cselekményt követ el. A legutóbbi időkben a magyarokat és általában a magyarságot szeretik úgy feltüntetni, mintha Magyarország barbárország volna, minthogyha mi mind barbárok volnánk. A gyűlöletnek mindenkor a félelem a szülőanyja. Csak az gyűlöl, aki magát gyengének érzi, és azt gyűlöli, akit magánál erősebbnek vél, mert azzal szemben védtelennek gondolja magát, és ebből támad a félelem. Az erős, aki nem fél, sohasem gyűlöl. A magyar soha nem ismerte a gyűlöletet semmilyen nép, nemzet vagy egyén iránt. Mi magyarok jogokat követelünk, és nem kegyekért esdeklünk, szerzett jogaink maradéktalan visszaadásáért küzdünk. Felkérem szólásra az új iskolát megálmodó Bartók Csabát, az azt építtető Jövőért Alapítvány elnökét. Tisztelt államtitkár úr! Egyházi méltóságok, nagykövet, főkonzulasszony, miniszteri biztos úr, elnök urak, tisztelt pedagógusok, diákok. Gondolataimat Potápi Árpád János államtitkár úr, mecénásunk 2021. március 15-i üdvözletéből idézve kezdem. Minden magyar számíthat az anyaországra, mi magyarok pedig számíthatunk egymásra. Bebizonyítottuk, hogy a magyar nemzetet nem képzeletbeli szálak, hanem valós kötelékek kötik össze. A harc még sajnos nem ért véget, a győzelemhez továbbra is szükség van mindnyájunk helytállására. Együtt sikerülni fog. Eddig az idézet. Sikerült az első lépést, az anyagiakban kimutatható építkezést megvalósítani, de ez a mi történetünkben úgy gondolom, hogy csak a fundamentum. Az építkezés a szülőkre, a pedagógusokra eső része csak most következik, de azt hiszem, hogy bizalommal tölthet el mindnyájunkat ez a teltház. Üzeneteket szeretnék megfogalmazni, illetve átadni. A fiatalok felé
a gondolatokról, tervekről. A gondolatoknak, a terveknek valóság teremtő erejük van, higgyetek önmagatokban, és nagy dolgokra lesztek képesek. Szepsi magyarsága felé a reményről. 1920 után az egzisztenciát vesztett szepsi iparosok leveléből sokat lehetne idézni. A határral elvágták a gazdasági és a magyar nemzeti ütőerőket is. A remény tartotta meg őket, ami beteljesedett 1938. november 7-én, amikor a város visszakerült Magyarországhoz. Az öröm nem tartott sokáig, a háború, de elsősorban a II. Világháború utáni magyar üldöztetések próbára tették a felvidéki nemzetrészt. De ha a remény parazsa teljesen elszunnyadt volna, akkor napra pontosan 80 év után, 2018. november 7-én nem tudtuk volna letenni ennek az iskolának az alapkövét. Szilágyi Péter miniszteri biztos úrral azt hiszem, hogy jól alapoztunk. A kételkedők és hitüket vesztettek felé üzenek a hitről, a bizalomról. Mi évekig felnéztünk az Egyesült Államok jogrendjére, az Európai Unió döntéshozó szerveire, felnéztünk a szlovák törvényhozó testületre, a belügyi tárcára, a taláros képviseletekre. Sajnos hihetetlen dolgokat kellett meglátni és megtapasztalni. Az utolsó egy-két évben nem csak talárok hullottak le bírói vállakról, pénzzel bélelt védelmet nyújtó palástok politikusokról, a napokban hullanak bombák, és sokunk orráról a rózsaszín világot láttató szemüveg is lecsúszott. Újra bebizonyosodott, hogy kire érdemes és kell felnézni. Mert aki Istenben hisz és bízik, az nem csalatkozik. A magyar kormány felé üzenem, hogy köszönjük és megszolgáljuk. Ezt a rendkívüli ajándékot nem elég megköszönni, ezt meg kell szolgálni. Remélem, hogy megígérhetem az iskola vezetése és tanári kara nevében, hogy jó, szorgalmas, a világ ismereteire nyitott, de értékrendjében elkötelezett, egészséges fiatalokat nevelünk ezen iskola falai között, amelyből sokáig zeng még a magyar népdal. Elindultam szép hazámból, vagy éppen a ma is hallott kórusmű, ahol vagy magyarok tündöklő csillaga. Az ördög itt is talált szövetségest, ezért sokan sok gyalázatot megtettek, hogy ez az iskola ne épüljön fel, vagy ne így épüljön fel. Jegyeztük a neveiket, de mára elfelejtettük. Akikét viszont egy életre megjegyeztünk, azok sokkal többen vannak. És nem tudom mindenkit felsorolni, de engedjék meg, hogy legalább egy pár nevet megemlítsek köszönet nyilvánításomban. Először is köszönöm az Úristennek. Köszönöm Magyarország adózó polgárainak, a kormány élén álló Orbán Viktor miniszterelnök úrnak és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettesnek, akit itt családtagként üdvözölhetünk, ő Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár. Ha valaki megérdemli, akkor ő megérdemel egy, ha nem is álló tapsot, de egy nagy tapsot. Egy megoldást tudunk erre, ki kell tolni a választókerületet, államtitkár úr. Köszönöm szépen a tapsot. Az államtitkár úr a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnökeként hallott először a terveimről. Akkor helyettes államtitkárként Répás Zsuzsanna volt a nemzetpolitikai ügyek mindenese. Vele kezdtük a nagyszabású projektünk első lépéseit. És akivel folytattuk, ő Haraszti Attila, a Nemzetpolitikai Államtitkárság felvidéki osztályának osztályvezetője, későbbi kassai főkonzul. Aki pedig teljes mellszélességgel ott volt az indulástól a befejezésig, pozsonyi magyar nagykövetként,
illetve a Nemzetpolitikai Államtitkárság fő osztályvezetőjenként, az nem más, mint Cimbalmosné Molnár Éva. Évánk, köszönjük! És köszönjük a Külhomba folyósított támogatások lebonyolítójának, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT alkalmazottainak élükön, Erdélyi Rudolf Zalán igazgató úrnak. Köszönöm alapítványunk gazdasági vezetőjének, Petrás Irénnek, Iván László ügyvezetőnek és a kurátoroknak. És az alapító szervezeteknek, akik annó megértették az idő szavát, a város akkori vezetésének. Köszönöm a Szülői Szövetségnek, a Pedagógusok Szövetségének, a Református Egyháznak, a Szepsi Plébániának, és itt köszönöm meg Bárdos Gyulának, Mézes Rudolfnak, Fekete Irénnek, akik ezeket a szövetségeket ma is képviselik. És ott bábáskodott az alapításnál, de nem lehetett benne alapítóként a Magyar Közösség Pártja. A miniszterelnökség, ők alkották az első kuratórium kurátorait, ők delegálták. De köszönet illeti az összes jóindulatú ember, pedagógus, diákot, lelki vezetőket, akik ha mással nem imájukkal segítették munkánkat. Köszönet a tervezésért Pásztor Péternek, a remek kivitelezésért Puskás Gézának. És egy alvállalkozót engedessék meg, hogy megemlítsek. Ő a csucsomi Szőlő Szabolcs ácsmester, aki ezt a rengeteg és míves famunkát kivitelezte. Végezetül pedig köszönet illeti Iván László ügyvezető családját. Valamint az én családomat, akik támogattak bennünket és kiálltak mellettünk, amikor is az innen hazavitt feszültségek miatt tényleg kiállhatatlanok voltunk. És köszönet illeti a közvetlen munkatársaimat, a Regfilm csapatát, akik gyakran az iskolaépítés szervezését helyezték újságírói, televíziós munkájuk elé. A nemzeti ünnepünk alkalmából tartott szombati megemlékezésen itt a város közönségével összeállítottuk 12 pontban a mi követeléseinket, a város követeléseit. Benne volt az is, hogy ha már az országunknak nincs olyan vezetése, ami segít bennünket, akkor legalább Magyarországon maradjon meg a nemzeti kormány, ami tényleg odafigyel minden magyarra, bárhol éljen a világban. És ahogy elején kérték a 12 pontban, hogy a magyar katonákat ne vigyék külföldre, külföldről pedig hozzák haza őket, mi is úgy kérjük, hogy a magyar gyerekeket hozzák haza, ide, e falak közé. Közös célunk a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ vezetésével, hogy a felvidéki viszonylatban is egyedülálló épületben, illetve a vagyonunkat képező ingatlanon olyan tevékenység folyjon, ami a meglazult közösségi szálainkat újra erős kötelékké sodorja egybe. Jeltem ezt annak a tükrében is, hogy a szocializmus éveiben, illetve a rendszerváltás után a területi közigazgatásunkat képviselő Kassavidéki járásban bőven több mint 20 magyar iskola szűnt meg. A régiek közül 3 teljes szervezettségű és 2 kis iskola maradt. Összesen 5, amiből összességében 3-ban csak hátrányos helyzetű gyerekeket nevelnek. A rendszerváltás óta 2 alakult, egyik a Szepsi. Rajtunk a város, a régió szeme, és levelemben azt írtam az államtitkár úrnak, hogy kérjük, hogy tartson szemmel bennünket továbbiakban is a magyar kormány, illetve a Nemzetpolitikai Államtitkárság, személyesen pedig Potápi Árpád államtitkár úr is. Hát így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak. Eszterházy azt írja, nekünk egy volt az eszménk mindig, hogy magyarul élhessünk, hogy úgy neveljük az utódainkat, az utánuk jövő nemzedéket is, hogy az is magyar maradhasson. Az iskola zenei hagyományaira építve egy jeles alkalomra egy új dal is született, jelezve a mérföldkövet. A dal a lelkünk tükre, címe
tudnod kell. Mindenképpen tudnunk kell, hogy egy isteni rend részesei vagyunk. Erősítsük egymást. Fogadják szeretettel az iskolaközpont növendékeinek műsorát, illetve azt követően Nagy István, a Boldog Salkaházisára egyházi iskolaközpont igazgatója szól önökhöz. Azt
Köszönjük szépen a tapsot! Tisztelt államtitkár úr, kedves meghívott vendégek, szülők, gyermekek, jelenlévők! Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a várva várt napon. Egy csoda részesei vagyunk. Hosszú út áll mögöttünk. Csak nem 7 év telt el azóta, hogy 2015-ben elindítottuk egyházi iskola központunkat. 3 évvel ezelőtt pedig az építkezés is elkezdődhetett. A kezdet nem volt egyszerű, és amint tapasztaltuk, az utána következő évek sem. Kitartással és egymásba vetett bizalommal viszont sikerült elérnünk, hogy együtt maradtunk. A sok nehézség, bizonytalanság, kételkedés ellenére bizonyítani tudtunk. Ma már egy olyan erős, lélekben és lélekszámban egyaránt növekvő intézményt tudhatunk a magunkénak, amelyet igencsak kiböjtöltünk. A vadonatúl teljesen felszerelt, párját ritkító épületkomplexum itt áll előttünk. Köszönjük a Kárpát-medence egyik legszebb épületét. Hála Magyarország kormányának nemzetegyesítő politikájáért, anyagi támogatásáért, a Jövőért Alapítvány munkásságáért, valamint a bódvavölgyi magyar családok álhatatosságáért. Támogatóink önzetlen segítségéért. A köszönet nyilvánítás és hálaadás után szerintem egymás biztatása a legfontosabb. Jézus azt mondta, ne féljetek. Jövőképet kell hát formálnunk az utánunk érkezőknek, de még inkább azoknak, akik kételkednek, esetleg bizonytalanok egy-egy komoly döntéshozatal előtt. A mi esetünkben ez a legjobb alkalom a változtatásra. Továbbra is komolyan gondoljuk, fényt kell gyújtanunk a sötétségbe. Nincs más út, csak az Isten útja, illetve Szent István királyunk öröksége. Egyre többen vagyunk. A kapu lelki és intézményi szinten is nyitva áll. Szeretnénk, ha a velünk megtörtént csoda erőt és hitet adna az itt élőknek az elkövetkező esztendőkben, biztosítaná a szülőföldön való megmaradást, boldogulást, fejlődést. Az új fészek új távlatokat és lehetőségeket nyit életünkben. Rengeteg a tervünk. Szeptemberi tanévnyitó beszédemben már említettem, hogy a 7-es számnak milyen jelentősége, misztériuma van az életünkben. Őseink 7 törzsből származnak, 7 vezérünket ismerjük. Hitünk alapja a 7 szentség. Népességünkben a mesehős 7-7 országon túli, 7 mérföldes csizmával jár, 7 próbát kell kiállnia, 7-szer te szebben éled újra. A szivárvány 7 szint mutat. Természetesen vannak 7 pecsétes titkok. 7 szűk esztendő után várjuk jobb sorsunkat, jobb időnk keltét. Ha ez még nem volna elég a teljesség elképzeléséhez, emlékeztessük magunkat arra, hogy az Ószövetségben olvasható, a világot Isten 6 nap alatt teremtette, és a 7. napon megpihent. Ezen fontos jelek tükrében vártuk a 7. esztendőt. Elérkezett. Olyan intézmény működtetését vállaltuk, amely csodálatos anyanyelvünkön, magyar nyelven keresztény értékeket közvetít, közösséget tart meg, és egyben jövőt épít, amely összefogja nemzetünket, az itt élő magyarokat, és olyan oktató-nevelő munkát biztosít az egyházak támogatásával, amely erős hitű közösséget formál. A jövő gyerekeinkben rejlik, ezért újabb és újabb feladatok várnak ránk. Szükség lesz tisztelt szülők figyelmére, türelmére, példamutatására. Közös munkánk során a partneri együttműködést tartom a legfontosabbnak. Ez adhat gyermekeinknek olyan hátteret, alapot, amely fejlődésüket biztosítja, tehetségüket felszínre hozza, személyiségüket harmonikussá tett. Bízzunk egymásban. Egyet akarva, egymást segítve meg tudjuk valósítani elképzeléseinket. Egy igazi, egymásért élő közösségben kell tovább mennünk az úton. Kedves gyerekek, remélem az itt felnövekvő nemzedék kigyöngyözi majd magából az utánunk jövő igazgatókat, kurátorokat, lelkivezetőket. Azokat, akik nem alkusznak meg, nem ismernek kompromisszumot fontos,
nemzetet és hitet megtartó kérdésekben. Áldjon meg benneteket a Teremtő. Tisztelt polgármester úr, kedves képviselőtársaim! Egy gyönyörű épülettel és meg annyi lehetőséggel lett gazdagabb városunk. Kérem, támogassák intézményünket, biztosítva gyermekeink fejlődését, kultúránk, hitünk, nemzetünk megmaradását. Kívánom, hogy őseink hite, útmutatása, lelki tisztasága, valamint elménk józan ítélőképessége vezérelje mindnyájunkat a kijelölt úton. Isten áldja a Boldog Salkázisára Egyházi Iskola Központ minden diákját, alkalmazottját, a szülőket, barátokat, minden kedves jelenlévőt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hogy Magyarország 1000 éven át fennmaradt, ahhoz a magyar erények nem lettek volna elegendőek, ahhoz Isten áldására is szükség volt. A magunk erejébe akkor bízhatunk, ha töretlenül megmaradunk az 1000 éves keresztény vonalon, üzeni Esterházy János. A továbbiakban felkérem a szlovákiai református keresztény egyház püspökét, Géresi Robert püspök urat, aki egyben a Jövőért Alapítvány egyik alapítóját is képviseli, hogy igei üzenetével segítse a tájékozódást ebben az értékvesztett világban. Majd Vakles Attila görög katolikus parókust, az alapítvány egyik kurátorát, hogy imájával segítse lelkünknek Istenhez való felemelését, majd Gábor Bertalan Szepsi Esperes plébánost, az alapítvány kurátorát, valamint az iskolaközpont lelki vezetőjét, hogy áldja meg és szentelje fel a tudás templomát. Közben majd a Vox Columbella szolgálatát halljuk. Kegyelemétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves egybegyűltek, kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Egy új szövetségi igeverset választottam erre a mai alkalomra, a Filippiekhez írott levél első levelének, első részének 6. versét. Pál apostol a következőket írja ebben a versben. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Jézus napjára. Kedves testvérek, bőti időszakban vagyunk, és talán különösnek tűnhet, hogy egy mondat erejéig miért a karácsonyról fogok egy néhány szót szólni. Sokan úgy tartjuk, hogy a legnagyobb keresztény ünnep a karácsony, és helytelen, hogyha versenyeztetjük a mi csodálatos alkalmainkat és ünnepeinket, de nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a karácsony azért nagyon fontos a mi keresztény közösségünknek az életében, mert a kezdetről szól. Arról a kezdetről, hogy az Isten ebbe a teremtett világba belehelyezi az ő szeretett fiát, hogy földig hajol az isteni szeretet és az isteni kegyelem, és nekünk ebből van most is életünk. Ezáltal nyerünk életet. És én is szeretnék a kezdetről egy-két gondolatot elmondani. Hálásak lehetünk az Úrnak, hogy évekkel ezelőtt itt Szepsiben voltak emberek, akik hittel, reménységgel, nagyot álmodva elkezdtek cselekedni. Jót akartak. És ennek a jó szándéknak, ennek a csodálatos elképzelésnek a gyümölcse van most itt előttünk. Fontos, hogy visszatérjünk csak egy gondolat erejéig a kiindulási ponthoz. Hogy szükség van itt ebben a régióban, ezen a településen egy olyan intézményre, egy olyan oktatási intézményre, amely hitben neveli a gyermekeket, amely intézmény magyarságtudatra, nemzeti öntudatra vezeti az itt élő csemetéket,
ahol a szeretet, a Krisztusról szóló bizonságtétel jelenik meg, ahol öntudatos emberkék élik itt a mindennapjaikat, ahol jövőt lehet építeni. Jövőt lehet építeni. És nagyon fontos számunkra, kedves testvérek, hogy ez a kezdet, ez a kiindulási alap. Pál apostol is nem véletlenül szól, meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, Isten elkezdte bennetek, elkezdte bennünk a jó munkát. És évek fáradtságos tevékenysége után vagyunk most itt ebben a gyönyörű épületben, hálát adva az Úrnak, visszatekintve, visszagondolva erre a csodálatos lehetőségre és szolgálatra. De folytatja Isten ígéje, azt a jó munkát elvégzi a Jézus napjára. A jelen és a jövő jelenik meg ebben az igeversben. A jelen és a jövő. Hogy itt a jelenben hogyan tudjuk megtölteni örömmel, reménységgel, tartalommal, hittel mindazt, ami létrejött és meg lett alkotva. És engedtessék meg számomra, kedves testvérek, azt is, hogy elmondjam, hogy hálásak lehetünk az anyaország minden döntéshozójának. Itt ebben az épületben, és az egész felvidéken. Államtitkár úr néhány település felsorolt, tegnapi napon Léván és Kétyen vettem részt, két egyházi intézménynek az átadásán, egy óvoda és a bölcsőd átadásán. És szinte föl sem lehet sorolni mindazt a csodálatos alkotást, ami Magyarország kormánya segítségével az elmúlt évtizedben, hogy így mondjam, megvalósult és létrejött. És mi hálásak vagyunk ezért, felvidéki, itt élő magyarok. És tudjuk, pontosan tudjuk, hogy ezt a végtelen jó szándékkal történő segítségnyújtást nekünk kell megtöltenünk tartalommal. Nekünk. És ezért is szeretném ismét felidézni az alapígét, amikor a jövőről szól, mint az alapítványunk is a jövőt jeleníti meg, a jövőről szól Pál apostol, és ránk helyezi az Isten országának a megvalósítását, és annak a kegyelemnek a hirdetését, amely Krisztusban érkezett el ebbe a világba. Adja az Úr, hogy ezt mindenki felismerje. Hogy felismerjék az itt élő családok. Felismerjék az itt élő szolgálatévők. Felismerjék azok a szülők, akiknek a szemük fénye a gyermek. És hogy olyan emberekre bízzák a szülők a szemük fényét, akik hitben, reménységben, szeretetben, isteni kegyelemben, hazaszeretetre, öntudatra, magyar nyelvre, magyar kultúrára nevelik a szemük fényét. Sokat kell imádkoznunk azért, hogy ez megvalósuljon. Sokat kell imádkoznunk. Itt Szepsibe hallottuk, hosszú évek munkájának az eredménye valósult meg most, ezen a mai napon, hogy átadhatjuk ezt az épületet, de én azt gondolom, hogy imádságos lelkülettel és hittel kell élnünk az elkövetkezendőben, hogy Istennek a kegyelme nyilvánvalóvá váljon, és megtöltődjön ez az épület örömmel, reménységgel, szeretettel, békességgel, hálaadással és hittel. És én ezt szeretném mindannyiunknak a szívére helyezni. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Jézus napjára. Isten segítsen meg ebben mindannyiunkat. Amen. Krisztusban, kedves ünneplő közösség, görögkatolikus egyházunknak az imádságával kérjük
az Istennek az áldását erre az új épületre, egyház központra, iskola központra, mindazokra, akik ezt lehetővé tették, és mindazokra, akik ezután is tevékenykedni fognak benne. Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mennyei király, vigasztaló igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak útfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Aki a fölsége segítségében lakik, a menny Istenének oltalmában marad. Mondhatja az Úrnak, oltalmazom vagy te és segítségem. Én Istenem, ő benne bízom. Valóban ő megszabadított engem a vadászok tőréből és a súlyos veszélytől. Vállaival megárnyékoz téged, és az ő szárnyai alatt biztos vagy. Pajzsgyanánt vesz téged körül az ő igazsága. Nem fogsz félni az éjjeli rémtől, a nappal repülő nyíltól, a sötétben járó vésztől és a déli gonosz támadásától. Ezeren hullanak el oldalad mellől, és tízezeren jobbod felől. Te hozzád pedig nem fog közeledni, hanem szemeiddel nézed, és a bűnösök díját meglátod. Mert te vagy Uram, én reményem. Ha a fölségest választottad magadnak menedékül, nem járul hozzád veszedelem és csapás, nem közeledik hajlékodhoz, mert angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadban. Kezeikben hordoznak téged, ne talán kőbe üssed lábadat. Áspison és baziliszkuszon fogsz járni, és az oroszlánt és sárkányt tapadod. Mivel, hogy bennem bízott, megszabadítom őt, oltalmazom őt, mert megismerte az én nevemet. Hozzám kiállt, és én meghallgatom őt. Vele vagyok a szorongatásban. Megmentem és megdicsőítem őt. Betöltöm őt hosszú élettel, és megmutatom neki az én szabadításomat. Könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Üdvözít Istenünk, ki Zakheus hajlékába bemenni kegyeskedtél, üdvöt szerezni neki és egész házának. Tedd magad, Uram, őrizd meg minden bajtól, sértetlenül mindazokat, kik e födél alatt maguknak lakást választottak, iskolát, oktatást. S kik az én méltatlanságom által mostan hozzád könyörögnek. Áld meg őket és lakhelyüket, és óvjad életüket minden veszélytől, mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uralkodó Úristenünk, ki a magasságban lakozol és az alázatosokra letekintesz, ki megáldottad Lábán házát Jákob bemenetelével, és Putifár házát József bemenetelével, ki megáldottad Obedom házát a fricszekrény bevitelével, és Krisztusod megjelenése által üdvöt szereztél Zakheus házának, magad áld meg e hajlékot, s félelmedben őrizd meg az itten lakni, tanulni, oktatni akarókat, óvd meg őket minden ellenséges erőtől sértetlenül, és küld le nekik magasságod lakhelyéből mennyei áldásodat, és sokasítsd meg kezük műveit, hogy mindenkor hálaadással dicsőítsük a te legszentebb nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Megáldatik ez az új iskolaközpont, a Szentlélek malasztja és a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Fogadjuk közösen az Úr áldását. Az Úr áldása reátok, az ő kegyelmével és ember szeretetével
mindig, most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Milyen tisztelt megjelentek itt az aulában, és szert a nagyvilágban, akik iskolánk honlapján követik ünnepségünket. Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik. A 127. Zsoltár első verse alapján azt is mondhatnánk, az emberi a munka, és az isteni az áldás. Más szóval, ember, küzdj, és bízva bízzál. Hála Istennek, ma egy köztes célt elértünk, de nincs megállás. Az úton tovább kell mennünk, kitartóan, bátran, Istenbe és egymásba kapaszkodva. 84 évvel ezelőtt, 1938 őszén meglátogatta városunkat és templomunkat Salkaházi Sára, szociális testvér. Kassára tartva, egy éjszakát a római katolikus plébánián töltött. Ma egy újabb helyjel kínáljuk. Áldott emlékét nem hagyjuk elveszni. Őrizni kívánjuk hitvallását, szociális érzékenységét, népéhez való ragaszkodását, valamint a szenvedőkkel és a bajba jutottakkal vállalt sorsközösségét, hisz iskolánk eme nemes lelkiségnek otthont adó őrző fészke és röptetője szeretne lenni. A világ rohan. Nekünk idősebbeknek kedves kötelességünk, hogy fiataljainknak megmutassuk a remény útját. Nem engedhetjük meg, hogy ezt elvegyék tőlük. Az identitás, az önazonosság ugyanis nem csupán a múlttól függ. Identitásunkat nem az adja meg, amik voltunk, hanem amit remélünk. Az igazi kérdés nem az, hogy kik voltunk, hanem elsősorban az, hogy mit remélünk. A céltalan ember bolyong, kóborol, sodródik, tévelyeg, a cél felé tartó ember azonban tudja, hogy mit remél, mit akar. A cél felé tartó ember zarándok. A világ emberei aránylag könnyen verődnek össze valami vagy valaki ellen. A Krisztus hívők egységének más célja van, nem áll senki ellenében. Ez az egység nagyobb minden sikernél, amit az ember egyedül vagy közösségileg elérhet. A hívek egysége nem akkor valósul meg, amikor szilárdan közös meggyőződést és álláspontot képviselnek, hanem akkor, amikor felfedezik, hogy együtt haladnak Krisztus követésében, az evangélium által hirdetett, ösztönzött, mutatott és megélt értékrendben, Isten, haza, család. Igaz, erre senkit nem lehet és nem is szabad kényszeríteni. Erre csak ösztönözni, bátorítani lehet és kell, ami már misszió, küldetés. Előre menni és nem hátra.
Erre kaptunk meghívást, és bizonyságul egy gyönyörű, kézzel tapintható, szemmel látható, csodálható ajándékot, egy jövőnek otthont adó fészket. Kétségtelen, hogy rohanó olykor céltalanul sodródó vagy, bocsánat, rossz szekérként zötyögő világunkban iskolánk indítása, többször hallottuk, egy kisebb csoda. Legyen ez továbbra is csodálatunk és örömünk forrása. Bár itt-ott találkoztunk rossz hiszemű, fondorlatos akadékoskodókkal, elbizonytalanodókkal és elbizonytalanítókkal, ám sokkal többen voltak és vannak azok, akik Istenbe bízva és egymásba kapaszkodva, készek arra, hogy együtt zarándokolva Isten akaratából az ő dicsőségére, újabb csodák megvalósítására vállalkozzanak. Ennek reményében álljunk fel és imádkozzunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, hálát adunk és köszönetet mondunk neked ezért az építményért, amelyért annyi sokan munkálkodtak. Köszönjük a tervezést, a megvalósítást és a kivitelezést. Köszönjük a sok álmatlan éjszakát, az utazás fáradalmait, a meg nem értés és a félreértés borzalmait. Köszönjük az anyagi támogatást, az erkölcsi felelősséget, a bizalmat, a tetrekészséget és a felelősséget hitünkért, kultúránkért, anyanyelvünkért és egymásért, határon innen és határon túl. Köszönetünkhöz bizalommal csatoljuk fohászunkat és kérésünket, Urunk és Istenünk. Áld meg ezt az építményt, amelyet ma szellemi és lelki életünk fészek helyévé kívánunk szentelni. Add kérünk megértenünk, hogy mindazok, akik itt a tanulás, a tanítás véget összegyűlnek, mindig az igazságot keressék, és elismerjenek téged, mint az igazság egyedüli forrását. Legyen ez az intézmény a béke és a megbékélés szigete, az engesztelés és a kiengesztelődés fészke, a megbocsátás és a bocsánatkérés helye. Áldott elődeink hagyományainak őrzője, ápolója és tovább adója. Szálljon le áldásod erre a helyre, és mindazokra, akik itt tanulni, nevelődni, tanítani, nevelni, oktatni, dolgozni és imádkozni fognak, hogy megértsék a hozzájuk intézett szavakat. Szívükben megőrizve kinyilatkoztatod igazságait, együtt maradva, gyarapodjanak számban, bölcsességben, korban és kedvességben, előtted és az emberek előtt. Megszenteltetik és felszenteltetik ez az intézmény, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a Szent Háromság Egyisten áldása szálljon le erre az építményre, minden diákjára,
pedagógusára és dolgozójára. Amen. Maradjunk állva. Mai ünnepségünk hivatalos része lassan a végéhez ér. Mielőtt méltóképpen befejeznénk, egy pár információt szeretnék megosztani önökkel. Az iskolaközpont a Jövőért Alapítvány tulajdona, és a Boldog Salkaházi Sára iskolaközpont évi 1 eurós bérleti díjért vette birtokába az épületet, illetve az ingatlant. A terület nagysága mintegy 3 hektár, ebből a beépített alapterület 4000 négyzetméter. Az épület kivitelezője a Flex PS 93 Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Magyarországról. Az épület tervezője a Drahovszky és Pásztor Kassai tervezőiroda. Ők dolgozták át Horváth Zoltán terveit, melyet az Encsi Általános Iskola építésénél használtak fel. Az építkezés kezdete 2015-re volt tervezve, de az alapkövet csak 2018. november 7-én sikerült letenni. A kivitelezési munkálatok 2018. december 4-től 2021. december 15-éig a használatba vételi engedély beszerzéséig tartottak. Átlagosan napi 30-40 munkás dolgozott az építkezésen, de voltak napok, amikor 60-at is jegyeztek. És egy pár érdekesség. 850 köbméter faanyagot, 2000 köbméter vasbetont, 30 ezer téglát használtak fel az építkezésnél. A fűtést a legmodernebb és takarékos hőszivattyús rendszer szolgáltatja. A tornacsarnokban méretéből kifolyólag nemzetközi labdajátékok is lebonyolíthatók, konyhájának felszerelése magas színvonalú. A beruházás kizárólagosan a magyar kormány támogatásával valósult meg. A földvásárlástól kezdve a kötelező archeológiai feltárásokon keresztül az építkezéssel, illetve berendezéssel bezárólag a beruházás összköltsége 8 millió 800 ezer euró, amiből 1,6 millió euró lett befizetve áfogyanánt a szlovák államkasszába. A sajtó munkatársai a főbejárat mellett a Pedelu szobájában vehetik át a magyar és szlovák nyelven elkészített sajtóanyagot. A nemzeti imánk eléneklése után iskolabejárás következik, amire mindenkit szeretettel várnak a szervezők, konyhától tetőtérig, óvodától tornateremig, minden megtekinthető. A meghívott vendégek részére a fogadása a könyvtárban, illetve annak teraszán lesz, és minden kedves megjelentet szeretettel hívnak a szervezők egy frissítőre és pogácsára ide az étkezdébe. Kérem, álljunk fel! Jó kedvemű,
Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk. A régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk.